Összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét. Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a lélek kárát vallja? Mert mit adhat cserébe az ember a lelkéért? Aki ezelőtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt szégyel engem és tanításomat, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor majd eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Aztán még hozzáfűzte. Bizony, mondom nektek, hogy a jelenlevők közül lesznek, akik nem halnak meg, míg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát. Az ember nagyon sok mindent akar az életben. Nagyon sok minden után futunk. Nagyon sok minden megfogalmazódik az életünkben, amit szeretnénk a magunkénak tudni. Figyeljük a különböző féle akciókat, figyeljük a különböző féle leárazásokat, mert azt gondoljuk, hogyha annak a dolognak a birtokában vagyunk, akkor boldogabb az életünk. Amikor mezítlábas gyermekként a cigány telepen azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne elérni dolgokat, akkor megfogalmazódtak bennem ezek a gondolatok, és mindent megtettem azért, hogy ezeket a dolgokat elérjem. Nagyon óriási szegénységben voltunk, óriási nélkülözésben, néha nagyon sok szor éheztünk, nem volt mit fölvennünk. Volt olyan időszak az életemben, hogy kabátom se volt így édesanyámnak a kabátjában. Mentem iskolába. És azt gondoltam, hogy ha majd az életemben elérek különböző célokat, vagy az életemben megszerzek különböző féle anyagi javakat, akkor sokkal boldogabb és sokkal kiegyensúlyozottabb lehet az életem. Azonban ez nem így volt. Azonban ez nem így van. Hogyha összehasonlítanám a gyerekkori érzéseimet a mostani érzéseimmel, akkor sokkal inkább vágynék arra az emberi összetartásra, arra a közösségi együttlétre, amit gyerekként megéltem, sem mint arra, amit most megélek, és amit most tapasztalhatunk a világban, a fogyasztói társadalomban, hogy a közösségi gondolattól egyre inkább eltávolodva az individualizmus az, amely leginkább az embernek a lelkét jellemzi, jellemezheti. Nagybőjt harmadik vasárnapja görögkatolikus egyházunkban a kereszthódoló vasárnap. Ilyenkor templomaink közepébe kirakjuk a keresztet, hogy mindabban a felajánlásban, amit nagybőjtünk elején tettünk, el ne fáradjunk, hanem arra az Istenre tekintsünk, arra az Isten emberre tekintsünk, Jézus Krisztusra, aki értünk az életét adta. A legfőbb boldogság az embernek az életében az nem a materiális dolgoknak a tulajdonlása, nem a pénz, nem a különböző féle eszközöknek a
megszerzése, hanem a másik ember, a másik ember javára való lemondás, mint ahogy ezt tökéletesen megtette Jézus Krisztus.